Nemrégiben a Kistelki Klebersberg Művelődési Központban sor került a sportdíjak átadására. Erről készült felvételeinket tekinthetik meg a következőkben. Jó estét kívánok, nagy tisztelettel köszöntöm valamennyi megjelentet. Most már ismét így évvége előtt szokássá vált, hagyománnyá vált sportolóknak egy évzáró közgyűlése, ami elsősorban arról szól, hogy szeretnénk kiemelni és egyben megköszönni azt a sok sikert, azt a sok munkát és azt a nagyon szép eredményt, amit Kistelek városának, az országnak és természetesen nektek, mint magánszemélyeknek hoztatok. Ha megengeditek, van egy ismeretlen arc is így a padsorok között, a nézőtéren. Tudjuk, hogy a körkorisok az utóbbi években fantasztikus sikereket érnek el, és a fantasztikus siker mellé hozzájárult az is, hogy az Országos Szövetség fontosnak tartotta azt, hogy annak elnöke is itt legyen a mai rendezvényen. Így nagy tisztelettel köszöntöm Lugosi László elnök urat. Még egyszer szeretném kimondani, nem megyei, Magyarország Országos Görkori és Gördeszka Szövetség elnökét. De elsősorban titeket szeretnélek még egyszer köszönteni, kedves versenyzők, és ha megengeditek, bemutatom nektek Szidikét, Sándor Szidóniát, aki a nemrégiben megalakult új bizottsági struktúrában szinte ő is kérte meg többen, hogy a sport még kiemelkedőbb figyelmet kapjon itt Kisteleken, és képviselőtestület egyhangulag Szidikét kérte föl az új bizottság elnökére, elnöki tisztének betöltésére. Nagy tisztelettel köszöntöm én is itt ebben nyújtok. Kedves sportolók, sokszor el szoktam mondani, hogy mi fantasztikusan büszkék vagyunk rátok. És azokra is büszkék vagyunk, akik ma mondjuk nem díjazottak. Azokra is büszkék vagyunk, akik egyébként fontosnak tartják a sportot a mindennapi életükben. És a büszkeség mellett jár a köszönet is szüleiteknek, támogatóitoknak és annak a sok lelkes szakembernek, különböző sportágokban, edzőknek, tanáraitoknak, beleértve még a testnevelő tanárokat is, akik egyébként fölfigyeltek rátok, gondozzák a tehetségeiteket, és a gondozás mellett fantasztikus eredmények is születnek. Ezért kedves edzők, kedves szülők, nektek is jár az az egyszerű szó, hogy köszönet, mert nélkületek, nagyon sokszor a ti támogatásotok nélkül valószínűleg ezek az eredmények, ez a sok mozgó fiatal lehet, hogy nem lenne ennyi. Ezért, ha megengeditek a bizottság javaslatára, a képviselőtestület ebben az évben is elfogadott egy olyan elismerés sorozatot, ahol tényleg ebben az évben a legkiválóbbak külön is megemlítetésre, külön jutalmazásra, külön elismerésre kerüljenek. Ezek után megkérem a sportbizottság elnökét, Sándor Szidóniát, hogy kezdjük meg a díjak átadását, ami mindig úgy történik, hogyha nem haragszotok, akkor a díjazottról, annak eredményéről, mint ahogy eddig is szoktuk, egy pár szót szeretnénk mondani. Szidike, parancsolj! Először az okleveleket szeretnénk átnyújtani a díjazottaknak, és először kérem Bárdos Botond úszót, fáradjon ide, legyen szíves!
diákolimpián 50 méteres hátúszás versenyszámban elért második helyezésért, 50 méteres mellúszás versenyszámban elért harmadik helyezésért. Gratulálunk neki! Kisteleki leány kézilabda csapat harmadik polcsoport. Kérlek benneteket, fáradjatok ti is ki, átvenni az oklevelet. Ők a Diákolimpia megyei döntőjén elért harmadik helyezésért kapják az oklevelet. A csapat tagjait sorolnám: Benedekfi Viktória Bernadett, Borka Lara, Buknic Héli, Csillag Noémi, Domonics Nóra, Gilice Nóra, Góra Csilla, Katona Szilvia, Lévai Dóra, Pignicki Petra, Rostás Rebeka, Rácz Emma, Scheller Sára Mária. Edzőjük Onozó István. Az országos diákolimpián való részvételért kapják. És mondanám a csapat tagjait: Cipra Eszter, Békési Maja, Szabó Viktória, Kecskeméti Jázmin, Abonyi Csenge. Felkészítő tanárok: Kelemen Zita, Jánosi Adél és Bukor Csilla. Gratulálok! Sportdíjak átadására kerülne sor. Kezdeném
Bálint Zsófi, gyorsasági görkorcsolyázó. És mindjárt elmondom, hogy miért is kapta ő ezt a sportdíjat. Röszke teremkupa, Röszke első hely, Dom Decathlon kupa, Szeged második hely, Junior országos bajnokság, Szeged második hely, Diák olimpia országos döntő, Szeged negyedik hely, Kampóna kupa, Budapest első hely, Turul kupa, Tatabánya második hely, Street kupa, Kistelek első hely, Napfény kupa, Szeged harmadik hely. Amatőr Grand Prix versenysorozat összetett második helyezett. Valamint évente legalább két nyári tábornak a vezetője. Nicolet 2019-ben a szövetség legmagasabb elismerésében részesült, az év utánpótlás edzője lett. Gratulálunk! Először megtisztelettel fölkérném, látom, hogy szorongatsz egy meglepetést is a kezedben. Úgyhogy legyünk mi is ennek tanulja.
Monika. Rangista második helyezett párosa. Ezzel kivívták, hogy ők képviselik Magyarországot a világbajnokságon és Európa-bajnokságon. Ezek a versenyek még csak most fognak jönni, úgyhogy arra készülnek. Kiemelkedő eredményeik Székesfehérvár Standard rangista második 2019. május 18-án, Baja Standard rangista második hely 2019. november 2-án. Még egyszer gratulálok, de addig még nem menjetek el, még nem mondom el rólatok is, amit szeretnék. A Standard ifjúsági magyar bajnokságon 6. helyet értetek el, így a magyar nemzeti válogatott keret tagjai vagytok. Kiemelkedő eredményeitek. Standard magyar bajnokság 2019. február 3-a Budapest 6. helyezés, Baja Standard ranglista 3. hely 2019. november 2. Gratulálok nektek is! És most egy nagyon kedves feladatunknak teszünk eleget, mert a mindenki által így ismert Horváth Jani bácsi, nekem Jani, Kistelek sportjáért díjat szeretnék neki átnyújtani. Várad ki, légy szíves.
Balázs és a karatedó Dosinkán neve 1982 őszén vonódott össze, amikor is a Szegedi Dojo egy tanfolyamot indított Kisteleken, a régi Rákóczi iskola tornatermében Rensi Schmidtfó Ferenc vezetésével, aki a magyarországi Dosinkán iskola vezetője volt. A stílusról. A karatedo Dosinkán egy tradicionális japán harcművészeti irányzat, amely tartalmazza a karate kemény és precízen, sokszor begyakorolt mozdulatait, a judóban alkalmazott dobásokat, az aikidóra jellemző lágyabb és körülves technikákat, valamint az okinawai kobudó fegyveres gyakorlatait. De mindezeket nem külön-külön mondva kell értelmezni, hanem egy nagy és színes egységként, ami persze azt is jelenti, hogy emberi mértékkel nézve ez egy kimeríthetetlen tudásanyag, ami mindig tartogat az érdeklődő számára új dolgokat. Ez szimbolizálja a Dosinkán embléma is, a befejezetlen kör. A karatedo Dosinkán egyike a hagyományos japán budó iskoláinak. A budót különféle harci rendszerek alkotják, amelyek a középkori japán harcosok kiképzésének alapját adták. Ezek egyike a karatedo. A kisteleki Dosinkán vezetését tőle vett át Rensi János a 90-es években. Az edzéseken akkoriban 50-60-an vettek részt, gyermekek és felnőttek egyaránt. Nemzetközi táborokban képviselték a kisteleki klubot Európa szerte, sőt kisteleken is rendeztek hansi és neves külföldi mesterek részvételével ilyen eseményeket. Híresek voltak az éves nyári balatoni vagy soltvadkerti táborok kemény edzéseikről és jó hangulataikról. 2013. márciusában a kisteleki klub egyesületté alakult Karatedo Dosinkán Kistelek Karate Klub néven. Ugyanezen év 2013. márciusában az igen magas 7. dan fokozatot érdemelte ki az iskola japán vezetőjétől, Hanshi Nabuo Ichikawa nagymestertől, emellett pedig a budó világban a szakmai elismerést jelentő Rensi fokozat is megilleti a 4. dan megszerzése óta. Rensi János maga több száz ember tanított meg erre a nemes önvédelmi sportra, sőt, feketelőes mestereket is kinevelt a kisteleki iskolából. Köztük van lánya, Ambrusdi Horváth Éva Katalin is. Minden évben megrendezésre kerül Kisteleken Horváth Jánosnak köszönhetően a Gábor Tamás karate verseny, kata verseny, japánban még nem vagyok annyira jó, amely a magyarországi Dosinkán egyik kiemelkedő alakjának állít emléket. Ahogy a karatedók mondják, jahán. Jelentése éljen. Csak kiegészítésül szeretném mondani, hogy én János gyerekkorom óta ismerem. Mint képviselő, alpolgármester, 21 évet voltunk együtt. Nyugodtan mondhatjuk, és elsősorban látok, nézek edzők, hogy csak úgy lehet sikeres egy sport, ha annak van egy borzasztóan elfúlt, majdnem azt mondom, hogy őrült vezetője, edzője. Jani bácsit világéletemben így ismertem meg. A sportról volt szó, az abban kíméletlen volt. De az a fajta szeretet a sport iránt, és az a fajta szeretet a gyerekei iránt, azt gondolom, hogy ma is, akár edzőkre, akár ránk nézve is, egy fantasztikus, szép példa. Ezért tartott a Kistelek városa és annak képviselőtestülete nagyon-nagyon fontosnak, hogy ilyen embernek ilyenkor merjünk a szemébe nézni, és köszönjük meg neki, és kérjük, hogy ez az energia, hiszen még csak 74 éves, tartson nagyon sokáig. Isten éltessen, maradj még nagyon sokáig ilyen aktív, igazi sportember. Köszönöm.
Rövid leszek. Köszönöm. Még egyszer gratulálok valamennyi díjazottnak, és még egyszer gratulálok valamennyi sportolónak és edzőnek, és még egyszer köszönetet mondok valamennyi ötöknek. A város a maga részéről továbbra is mindent megpróbál elkövetni, hogy a sport az kiemelt helyen legyen a mi városunkban, továbbra is hiszem azt, hogy épp testben, épp lélek. Ezért, kedves edzők, kedves szülők, ha bármilyen jellegű javaslatotok van, esetleg információtok, ami ennek az építését segíti, nyitott kapukat találtok nálam, és azt gondolom valamennyi képviselőtársunknál. Vigyázzatok nagyon egymásra, a sport az egy óriási közösség, és életünk végéig óriási segítséget is kapunk általa. Így lesz bennünk még erősebb tartás, így leszünk még jobb állapotban, és így értjük meg, hogy mit jelent versenysportot űzni, mit jelent egyáltalán sportolni, és hogyan teszünk az egészségünkért nap mint nap, és hogyan mutatunk példát másoknak. Vigyázzatok erre a kincsre, és megköszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és mit tudnék nektek, valamennyiőtöknek mondani, további sok sikert, de most inkább boldog karácsonyt. Köszönöm szépen.